Augusztus 19-én korán reggel sajtótájékoztatót tartott Spisák György edző. A tájékoztató témája az az augusztus 14-én meghozott határozat volt, melyben megtiltotta a második hajógyári nap megrendezését. Tiszteltel köszöntök minden jelenlevőt. Szükségét éreztem, hogy az úgynevezett második hajógyári nap elnevezéssel meghirdetni kívánt rendezvény megtiltásával kapcsolatban széles körű lakossági tájékoztatást adjak a sajtótájékoztató útján. Örülök annak, hogy a meghívásomat elfogadta a Tiszató Rádió, ugyanis eddig sajnálatnak kellett megállapítsam, hogy nem a kiegyensúlyozott tájékoztatásra törekszenek. Egyrészt szeretném ezzel a sajtótájékoztatóval is hangsúlyozni azt, hogy nem tűntem el, és nem is váltam elérhetetlenné. Számomra ezek a felvetések kezelhetetlenek, érthetetlenek. Másrészt pedig szeretném a rendezvény úgymond szervezői részéről az elmúlt napokban komoly közvéleményt befolyásolni kívánó több ponton téves nyilatkozataikat cáfolni, illetve a közvélemény számára érthetővé tenni. Szükségét éreztem, hogy a rendezvénnyel kapcsolatban minden információt a lehető legszélesebb körből összegyűjtsek, hiszen információ alapján ahhoz az üzleti körhöz kötődő cég 2000 ember étkeztetését szervezte, amely az ominózus lépfene botránnyal kapcsolatba hozható. Szeretném akkor tényszerűen az elmúlt két hét eseményeit elmondani. Először 2014. augusztus 6-án kaptam információt a Jász-Nagykun-Szolnok megyei katasztrófa védelmi igazgatóság karcagi kirendeltségétől, miszerint a második hajógyári nap zárt körű szabadtéri rendezvényként kerül megrendezésre, volt hajógyári dolgozók és családtagjaik kötetlen beszélgetése tartalommal. Ennek a meglepő információnak az ismeretében kerestem meg az érintett, az eljárásban résztvevő szakhatóságokat. Válaszaik után sajnálatosan azt kellett megállapítanom, hogy a szervezők részéről a szakhatóságokhoz eljuttatott információk egymásnak ellentmondóak. Az egyik szakhatóságot arról tájékoztatták, hogy a rendezvényt egy rendezvényszervező cég szervezi, a cég nevét nem árulták el. A katasztrófavédelmi kirendeltség rendezvény szervezőjére a Citygáz kereskedő ZRT képviseletre jogosult személy Nagy József és András Janita lett bejelentve. Zárt körű rendezvényként jelentették be egy helyen, más hatóságnál erre utalást sem tettek. Zárt körűséget egyetlen hirdetési felületen sem szerepeltették. Zárt körűséget cáfolja az is, hogy az egyik szervező Facebook bejegyzéseiben, miszerint nem csak a hajógyári régi és új dolgozókat várják, hanem bárki eljött a rendezvényre. Regisztráltatni csak annak kell, aki ingyenes vacsorázási és italfogyasztási lehetőséggel akar élni. A karcagi katasztrófa védelmi kirendeltség szabadtéri rendezvényként jelentették be, ezzel ellentétesen azonban a rendezvényt hirdető plakát, illetve a hatóságomhoz beérkezett bejelentés is a 606-os csarnokot jelöli meg a rendezvény helyszínéül. Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal karcagi járási népegészségügyi intézete levélben tájékoztatott arról, hogy a 2014. augusztus 16-ára tervezett gyártelepen meghirdetett második hajógyári nap elnevezésű zen és táncos rendezvényről hivatalosan nincs tudomása, ezzel kapcsolatban a szervezők részéről megkeresés nem érkezett az intézetük felé. Megkerestem a karcagi kerületi állategészségügyi és élelmiszerőzési hivatalt is, akik 2014. augusztus 13-án arról tájékoztattak telefonon, hogy a hatóságuk nyilvános rendezvénynek minősítette a rendezvényt, illetve 2000 fő részére biztosítanak előzetes regisztráció alapján étel- és italfogyasztást. Ezen felsorolásból bízom benne, egyértelműen érthető, hogy az ide-oda történt bejelentések mennyi ellentmondást tartalmaznak. Véleményem szerint mindez elkerülhető lett volna, ha a hatóságomhoz kérelmet juttatnak be. Hatóságomhoz azonban a kormányrendelet az ide vonatkozó engedélyezési eljárást egyértelműen leíró és alátámasztó kormányrendelet szerinti tartalommal kérelem nem érkezett zenés táncos rendezvény megtartására a szervezők részéről. A Citygáz kereskedő ZRT képviselője Nagy József
hozzám 2014. augusztus 14-én, tehát a rendezvény előtt két nappal bejelentéssel élt, azonban ez a bejelentés nem minősíthető kérelemnek. Talán nem kell magyaráznom, hogy miért minősítettem a rendezvény zenés-táncos rendezvénynek. Azzal az adattartalommal, amely a plakátokon, illetve különböző hirdetési felületeken megjelent, és itt a Tiszató Rádiót említem. Tegnapi nap folyamán Rajna Péter ügyvezetővel felvettem a kapcsolatot, ugyanis beérkezett a tegnapi nap folyamán a rendezvény fellebbezése. Ezt nekünk tovább kell küldenünk a kormányhivatal irányába, 8 napon belül. Azonban ehhez a fellebbezés tovább küldéséhez én saját magam észrevételt és kiegészítést kívánok tenni. Többek között szeretném én személy szerint elküldeni azt a hirdetési spottot, amelyet a Tiszató Rádió az elmúlt hetekben sugárzott. Ebben a hirdetési spotban jól hallhatóan hívják Tiszafüred és környező település lakóit erre a zenés táncos rendezvényre. 4 fellépőt említenek, illetve a műsorszolgáltatás után diszkóval várják az ott szórakozni vágyókat. Ezt én bízom benne, hogy az ügyvezető úr részemre átadja. Ha ez nem történik meg, akkor majd a kormányhivatal hivatalos formában ezeket a bizonyítékokat ki fogja kérni. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy az engedélyt a zenés táncos rendezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzője adja ki. A rendezvényt megtiltani nem lehet. Tehát azzal ellentétesen, amely információk most napvilágot láttak, szeretném hangsúlyozni, hogyha az engedélyeztetési eljárást a kérelmező, a szervező vagy a terület tulajdonosa a jegyző irányába benyújtja, a jegyzőnek 20 napja van arra, hogy az engedélyeztetési eljárást lefolytassa. Maga a folyamat azt a célt szolgálja, és itt szeretném hangsúlyozni, hogy maga a jogszabály 2011 évben került elfogadásra. Szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy ennek mi volt az oka. 2011-ben a Vesz-Balkán tragédiához köthető ennek a jogszabálynak a megalkotása. Bízom benne, hogy a lakosok emlékeznek arra, hogy a több halálos áldozata is lett egy előre nem rendben és szakszerűen megszervezett rendezvény. Pontosan ezen problémák elkerülése érdekében a jogszabály alkotó, a kormányzat ezt a rendeletet megalkotta. A célja az a rendeletnek, hogy a felsorolt szakhatóságok tudtával és beleegyezésével ezeket a rendezvényeket koordináljuk és engedélyezzük. Szeretném hangsúlyozni, megtiltani egy szabályosan bejelentett és a szabályoknak megfelelően tervezett rendezvényt nem lehet. A jegyzőnek ez nem célja, és nem is lehet célja a szakhatóságok bevonásával engedélyeztetni. Szeretném hangsúlyozni, hogy 2 és fél héttel ezelőtt egy másik ilyen típusú rendezvény is a jogszabályoknak megfelelően bejelentésre került, és az érintett hatóságok bevonásával le lett engedélyeztetve. A helyszíni szemle az, ami ebben az esetben nagyon fontos, az érintett hatóságok, rendőrség, katasztrófavédelem, népegészségügyi intézet, illetve az országos mentőszolgálat. Ha épületet érint a rendezvény, akkor pedig a műszaki iroda kollégáinak kell ezen a szemlén részt venniük, és itt különböző észrevételeket tenniük abban az esetben, hogyha szükséges, és ezeket jegyzőkönyvbe foglaljuk. Itt én ezt a részét lezártnak is tekinteném. Bízom abban, hogy sikerült a lakosokat is oly mértékben tájékoztatnom erről az elmúlt 2 hétről, illetve erről a sajnálatos módon nem engedélyeztetett zenés-táncos rendezvényről, hogy ezeket a szervezők részéről megfogalmazott, talán érzelmi töltetű információkat sikerül végre valahára lezárnunk. Én annyit azért szeretnék még kérni, hogyha lehet, és a szervezők irányába fordulva, nem érzem annak értelmét, hogy egymást becsületünkben is gyalázzunk, vagy alázzunk. Én minden résztvevőt, aki ebben a cselekményben, ebben a folyamatban részt vesz, embernek tartok.
Így is viszonyulok hozzájuk. Természetesen sajnos napvilágot láttak különböző vélemények, amelyeket én most per pillanat minősíteni nem szeretnék. Természetesen megteszem azokat a szükséges lépéseket, amelyeket ilyen esetben meg kell tenni, de talán abban is közös lehet a véleményünk, hogy ezek a dolgok már picit unalmassá váltak. Ciklikusan mindig oda kanyarodunk, hogy próbálunk egymás becsületébe gázolni. Én azt kérném, hogy ezeket a dolgokat zárjuk le, és a későbbiekben ne történjenek ilyen jellegű megnyilatkozások. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.